Isten áldjon meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Paradicsom hazájában éljen mindig boldogságban, éljen mindig boldogságban. Molnár Levente, Liszt Ferenc díjas opera énekes is részt vette a zarándokok búcsúztatásán a Mária Pucsi templomban. A művész Erdélyben Gyergyó Remetén született, így mivel van román állampolgársága is, személyesen is részt vehet a csíksomlyói búcsún. Az én zarándoklatomat is az ilyen csodálatos helyeknek, meg a csodálatos magyarságért ajánlom fel. Nagyon fontos az nekem, hogy ilyen helyen lehetek, mint Mária Pócs, és Csíksomlyóra zarándokolhatok, ott nőttem föl. Az igazság az, hogy Bánkbán és az én személyem ugye összeköti a kultúrát, egész Budapesttől Csángóföldig, egészen Székelyföldig. Nagyon, nagyon fontos számomra az, hogy hitben, erőben, szeretetben a magyarság összetartson. Összép kell a szívünket, a gondolatainkat húznunk, és csak a jó fele kellene haladnunk, és úgy érzem, hogy erre megvan a lehetőség abban az esetben, hogyha ha hitben, szeretetben élünk. Úgyhogy ezt annak ajánlom fel az ilyen magyaroknak, akik egyáltalán nem jöhetnének oda el, ugye, mert csak helyi lakosok. Én meg helyi lakos vagyok ott, megvan mai napig a személyim, úgyhogy sok üzenetet fogok én is szállítani a kedves hívektől. A magyarországi hívők viszont nem lehetnek ott az érvényes járványügyi intézkedések miatt. Innen jött az indítatás, hogy a megyei településeken élő hívek egy-egy szalagot küldjenek Csíksomlyóra. Az apropóját az adja, hogy a 2 hét múlva rendezendő csíksomlyói búcsúra odaérjenek az imaszalagok. Imaszalagokat kötünk fel arra a keresztre, amelyet visznek a kerékpáros staféta. Odaérjenek, minden település, aki csaját csatlakozott, egy szalaggal jelenlétüket fejezi ki. Ugye tudni kell, hogy most nem olyan formában lesz megrendezve a csíksomlyói búcsú, mint korábban. A terveink szerint most elindul egy zarándoklat 2 órakor, adjuk át az erdélyi Mária utasoknak a keresztet a szalagokkal, és ők viszik Erdélyen keresztül, és a kerékpáros zarándoklat pedig a búcsúra oda fog érni. Kedveskedjél megáldani ezen zarándoklatot, a Szentlélek marasztja, és a Szentlélek... Orosz István parókus áldotta meg a zarándokokat indulás előtt, majd a hírek felkötötték a szalagokat arra a keresztre, amelyet a kerékpárosok fognak eljuttatni Csíksomlyóra. A sportembereket az sem zavarta, hogy esett az eső. 12 évvel ezelőtt a próba zarándoklatot elmentünk Mária Pócsról Csíksomlyóra, és végig egy hétig szakadt az eső, és akkor Bőti atya volt akkor a főszónok, és ő egy régi mondást idézett, hogy a zarándoklatra sosincs rossz idő, csak legfeljebb gyenge ember. Azóta is ezt tartom, akár a zarándoklatok, akár a kerékpárturák alkalmával, teljesen lényegtelen, hogy milyen az idő. A magyarok a határig viszik a szalagokkal díszített keresztet, onnan erdélyi kerékpárosok fogják átvenni és eljutatni a búcsúba. Csíksomlyón 2 hét múlva, május 22-én, pünköst szombatján tartják a nagy misét.